szólistának lenni, nem az első alkalom, egészen más érzés, mint a zenekarban ülni? Teljesen más érzés, már játszottam egy párszor a fesztivál zenekarral, különböző szemnézebb darabokat, most eszembe jut például a Mendelssohn egedűverseny, Respighi egedűverseny, a Godard egedűverseny, különböző karmesterekkel, és tudom, hogy akkor, amikor ott áll az ember a terembe, és akkor érzi, hogy a hegedű hangja elömlik, elmegy a falakig, és érzem a jelenlevő embereknek a visszajelzését, akár szemkontaktusból, akkor hogy ez egy csodálatos érzés. Erdélyben annak idején, fiatal korodban muzsikusnak készültél, de zenekart képzeltél magad köré, vagy szólistaként álltál a színpadon az elképzeléseidben? Gyerekkoromban Marosvásárhelyen, ahol ez a csodálatos kultúrpalota van, ahova én első hegedóráimra jártam egy Bálint Sándor nevezető csodálatos emberhez, aki csodálatos, szép hangon hegedült nekem óráról órára. Ott volt Vásárhelyen egy nagyszerű kamarazenekar, hihetetlen szólistákat hívtak meg. Ott volt Csíki Boldizsár, akihez járhattam egész fiatalon zeneszerzős órákra, bejártam a nagyobb tanulóknak az óráira. Én emlékszem, hogy engem úgy a zene mindenestől fogott meg. Nagyon vágytam a színpadra. Emlékszem, hogy egy kollégám játszott valahol Székelyföldön, és elmentünk meghallgatni. És emlékszem, hogy én végig az volt bennem, hogy te úristen, hogy állhatnék én is oda. A mostani koncerten Hindemitet fogsz játszani, ezzel nyerted a Vég Sándor versenyt. Ezek szerint Hindemit igazán közel állhat a szívedhez. Összefoglalható, hogy miért? A verseny előtt egy olyan fél évvel, amikor fiatal muzsikusokat hallgattunk, egy fiatal trombitás fiú játszott egy Hindemit darabot, és az valami lenyűgöző volt. Annak abban olyan élet volt, virgantság, izgalom, az engem teljesen elrabolt, és akkor én arra gondoltam, hogy hát már hallottam a Hindemit hegedű versenyről, de ez biztos, hogy ez az ember megérdemli, hogy sokkal odaadóban foglalkozzunk vele.